Na, gyerekek, menjünk egy kicsit dolgozni, ájsze. Voltam egy kicsi ilyen makarónit vacsorára, faszűkakémmel, uborkával, ardéval. Befejezem majd, de most az időt ugye be kell osztani, mert most kezdtek nyúlni a napok. Nyúlani, vagy hosszabbodni, hogy mondjam. Vakia! Gyere, segíts traktort javítani, Raki! Ki kell, most már használjuk. Kezdett a víz lennebb menni, hát ugye ott előbb láttátok, hogy még van, de szerencsére itt hátul egy kicsit magasabban van. Még nedves ugye, ahogy lépsz. Na, utánfutó egy kicsit megtőtt vízzel. Fogja találni, mit szóltok. Aki lakasszam az utánfutót is. Hogy fel tudjam állítani. Itt is szoktam hátúrokni. Két fát. Igen. Gyerekek, szerencse, hogy a cuccoknak, a szerszámoknak nagy része itt volt ebbe a kocsiba, meg a házba, meg a kútházba. Vagy igen-e? Hol volt a láncfűrészem, bazd meg? Ó, hogy ez a magasságos ég. Szent szűzanyám. Vagy miféle. Hát azt hittem, hogy itt volt a láncfűrész. De csak a doboza volt itt. Billáncsbe volt a láncfűrész. Na jó, ezt leszívtam, gyerekek. Ez van. Ó, hogy a nyűvek megennék. Mindegy, Bernard ad egyet, Mutkó már ajánlotta. Azt a tóvaját. Elégett a lan. Hát 75 dollár, ház van. Veszteség. Na jó. Ne is oda tegyed, mert... Ó, gyerekek, mikor építek egy fészert a szerszámaimnak, hogy ne legyen minden szanaszét? Nem mikor előbb tornácot kell építsek. Na jó. Épp a derekamot ne csesszem meg, még az hiányzik a hátamot. Csesszem meg, sőbb, hogy ne is beszélek róla, mert mindjárt bekövetkezik. Na azért ne legyünk babonások, figyeljünk oda. Na jó, kapjuk le. Akkor visszateszem az eredeti alátéteket. Itt van. Megkesült a 7-8-ados. És meg kell a kicsi csőkulcs. Ezt jól meghúztam. Nem is tudom megblokkolni. Mindegy, rá kell tegyem a csőkulcsot. Jöjjé. Csőfogó kulcsot. Ó, oh, no.
Odaférj, hát eddig is azt raktam oda. Hát várjam magamra. Na, nem is csúrbút ki, mióta meghegyeztem. Tehát itt tegyem majd vissza, ugye? Felfelé várjen. Jó raktam most, ugye? Figyeljetek oda, gyerekek, ti kell oda figyeljetek, mert lassat, hogy mindent elrontok én. És hogy szedjem le azt a... Kicsit megkopogtatom. Nutosom van, tehát ez nincs, ami más fogja. Megkopogtassuk. Na, essen. Mivel lehet tudnám megfogni, fogjam meg ezzel. Kicsit így oldalra billentgessem, feszítgessem, mozgatgassam, csavargassam, húzogassam. Egy biztos már van valami jó ötletetek, hogy te csináld ezzel, vagy azzal. De az a baj, hogy utólag tudjátok csak megmondani. Most meg kéne állítsam a videót, feltöltsem, és akkor megmondanátok, vagy meg kéne googlözzem. Na de mindegy, ütögessed óvatosan. Tehát ez egy izékén egy csapajd lehúzó. Megtámasztod itt a tengelyt, és beleakasztod két felőről a lehúzó szárnyakot, és csak itt csavarocs húzza le. Na, de honnan, mikor nincs? Volt-e, nem volt valami lehúzóm? Mit tudjak mást használni? Nincs, amit kopogtatom óvatosan. Egyéb, ha lehúzó nincs, akkor a kopogtatás marad. Kopogtat, csás! Kicsit bátrabban ugye lehet kopogtatni. Kulcs le ne csusszon a menetes részt, összecsesszem. Mint egy kicsit mozdult volna lefelé, mi? Úgy látom, igen. Egész körbe kéne. Ja, egyik kézzel kopogtatom, a másikkal húzom és egyúttal lefelé. Jövöget úgy látom. Nincs, ami más fogja ugye ezt. Kicsit hülye megoldásnak tűnik nekem, de... Ja, a kamerával lát, nem láttuk olyan jól arra. De tudjátok. Nagyjából, hogy... Miről van nagyba szó? Jöjjtse te!
Na jó, gyerekek, futtassatok bele a videóba. Varjabb lenne, megállítsam, ne legyen olyan hosszú, mert évekig fog feltelni. 3 napig. 3 nap, 1 év, ugye ezt tudjuk a mesékből ma. Látszik ott, hogy egy kicsit jött. Miért nincs egy csapa, hogy lehúzom? Az is lehet valóban, de nem emlékszem, hogy lenne, de ha még megkeresem. Péter itt hagyott valami szerszámokat, lát az között itt a nagy halomba. Na jó, mindegy. Kicsit taknyolok vele, aztán ha sikerült levenni, akkor visszakapcsolom a kamerát. Vagy akkor két külön részletbe kell fejtítsem a videót. Összeragasztom, vagy két külön videó lesz, és ez olyan kellemetlen. Nem, egy-két fejezetig kapottatom. Szerfuttassatok bele. Ne teszem oda a kamerát, mert csak izzad a fejem én. Rec ez. Mit csepeg? A fű jóbé ült ide. Szerintem illene letakarítani néha. Na. Mivel kopogtassalak, mondd meg. Épp itt ütögetem a szélit, attól félek, nehogy behajlítsam, és aztán reaszoruljon, de nem tud reaszorulni. Ez nem olyan könnyű elhajlítani se. Tokány. Szartokány megoldás. Csapajd lehúzó. Nyilvát megennék. Házilag mit tudnék fabrikálni oda? Műhelyke, szélszámok szépen rendbe téve, gyerekek. Csak álmodni merek. Róla. Yes! No, lejött végre. Csak ugye óvatoskodtam, hogy nehogy valami tárcsesszek, mert nem félek, minden szar elmenjen már, amire a kezemre jött eszem. Gyerekek, itt bold van, hé! És nincs be, úgy látom, a tengelyen jók a nutok. Mi az a gyűrűcske, az a csapágynak a pórvédője? Na, a csapágyat meg kell zsírozzam, és visszategyem azt, hogy egyéb mi esett ki még onnan. Darab vas. Na jó, tehát innen letörött erről, és megmentek a nutok is. De amúgy ugyanaz az alkatrész, úgyhogy jó, fog passzolni. Na, megzsírozom a csapágyat. Visszateszem a pórvédőt. Ez az, na. Most már beszélgetünk. Jó lesz, gyerekek, jó lesz! Na, mi szótok? Ja, csapadjon, nem sok zsír van. Tchau.
Azt a hely, úgy látom, hogy csak arcszarral van menve. Mit szóltuk? Mint a hiányozna belőle. Néhány golyó, lássátok-e? Van 2, 4, 6, 8 golyó. De foghíjas hely. Csessze meg, kellett volna vegyek egy új csapágyat. Nem tudom, hány csapágy van ebbe, egy van alós, gondolom, egy van felül is. Ugyanúgy. De az, hogy kicseréljem a csapágyat, szét kell teljesen szedni. Na mindegy, most visszateszem így, ahogy van. Megzsírozom a csapágyat, jól itt bétömöm zsíros, ezt visszateszem. Ezt a védőt. Vagy lehet jobb, ha nem is teszem vissza. Nem tudom visszatenni, hé, mert szarral van menve. Vagy ez így volt? Mi az a tűrődés benne? Adnám milyen, hogyha visszateszem. Jaj, szia, ez úgy volt. Vagy ez így van, a golyók mennek ott körbe, az olyan fajta csapagy. Nagyon nem eshetett ki, ahogy tud kiesni. Felőlődni, nem hiszem. Na mindegy, lehet, hogy ez, mit tudom én. Megzsírozom, visszarakom, ugye, mert most le kell vágjam elől azt a maradékot. És akkor majd megreszörcsölöm, és veszek egy új csapagyat. Vagy 2-t, ugye, ha szétszedem, akkor egyszer felsőt is jobb kicserélni. Na jó. Kamerát hagyhatom a földön. Lehet, ha lásni a traktós kamerát odaüti, akkor buttát kapok. Ha már ide teszem, akkor nem tudja esni semmit. Ugye? Na jó, egy kis zsiripápa. Most ki kell piszkálnom megint. Hol vannak a rongyok? Volt van egy rongy, na. Ha kéne, akkor nincs meg. Sehol. Jó! Be is fogjuk búrantani, hogyha visszarakunk itt mindent. Kicsit kiterülgetem. Koszosnak nem koszos. De hogy csak egy ilyen izé volt, itt ilyen fém, porvédő. De kicsit what the fuck-os. Na, de hát mind. Húzza, gyerek, 3 napig áll a bal! Húzza, gyerek, 3 napig áll. Adjunk neki bérendesen szép lila tagotta zsírból. Tagotta. Miért tagotta a zsír? Mit jelent az, azt se tudom. Nem vastagabb zsírra mondta, azt hiszem.
Mondjuk egy kicsit az asztalom úgy is zajos volt, mikor engedted le, úgyhogy lehet a csapa agye miatt is. Mi a szar mászik a fejemen, na? Na jó van, az úgy nem kell oda 6 kiló. Ezt csak úgy random, én belé nyomtam. Aztán, hogy a golyók már vannak, hova mennek, mit tudom én. Na jó. Ezt felnyomjuk. Úgy kéne, hogy ne nagyon kelljen kopácsoljam. Nem akarom a nutot megcseszni se a tengelyen, se a zalkat részen. Ennyire felment, az már jó van. Többit a csavar felhúzza. És retehetném az anyát egy kicsit most, mielőtt felteszem a kést, hanem nem biztos, hogy el fog férni. Ja, várd, a kés a izére menjen arra felbillenőre. Az azt akarom mondani, hogy lát platni nélkül felteszem csak az anyjukot egy kicsit. Kicsi zsírt tehetek ide is a tengére. Jobban csúszson. Elég unalmas tutoriál ez, gyerekek, mi? Így nézem közben a tutoriálokat, de hát ez 5 percben össze van sűrítve. Ez nem tutoriál, inkább valami más. Na, így nem fog reakapni az anyjuk, úgyhogy két platnit egyelőre kihagyom. Felhúzatom így egy kicsit, csak akkor visszaveszem az anyjukot. Fel kell, hogy az alkatrész húzatódjon. Az alkatnak a része. Persze forog körbe minden nyavaja. Beteszik oda egy tubalfót. Túlsó felére ide, hogy megblokkoljam a túlsó kés, legalább ne tudjunk körbeforogni, csak akkor a szív fog csúszni. Hát le kell, hogy tegyem majd a csőfogó kulcsotás ment. Na most a másik irányba. És nem ugyanígy. Tegyem, már elteltem már most ugye startból. Nem hadlám, hogy... Na, nem jó felé tekerettel. Na, megfogja valamennyire. Na jó, most már csúszik. De várjál, ez forogott. Nem minden estő forog, ugye tengely estő. Oké. Célszerszáma. Mit használnátok ti? Felülről mondjuk meg lehetne fogni egy másik kulcsra a tengely túlsó végén lévő anyát. Mikor húzom, akkor jó, de mikor lazítom, akkor nem jó, mert akkor az is fellazulhat. Na jó, ez a csőfogó kulcs megteszi. Vagy mégse. Ó, na, nézzétek meg, mi történik. A kulcs. Nem a kulcsa. Vissza kell vegyem, legalább egy platnit kell tegyek, mert bujikát. Jól láttam, egy bujikát az anya a lyukba menjen belé. Azt a hely. Mindegy, hát ha már felmegy mind a két platni.
Legalább egyiket fél kell tegyem. Nem fog mind a kettő felmenni. Mindig tesszük az egyiket. Hát felmenne te. Ez jó lenne, nem kéne a kútak nyomjak túl sokat. Ezt felejtettem el. Ez a platni. Ez a platni, ez meg van hajlítva, hogy rugós legyen. És melyik felé kell tenni, de azt hiszem, hogy így kell tenni. Ha így teszem, akkor az anyjuk a homorulatban lesz. Ja, tehát ha így kell legyen, a hasa felfelé legyen, akkor felnyomatod, akkor kiegyenesedik, s tartsa. Oké, olvastam már, vagy a videót, amit néztem. Ugye az ember odafigyelné, akkor észrevenné, hogy de nem figyelünk oda, mert csak megyünk. Szaki ugye odafigyelne, azért kell szakihoz vinni. Csak az ilyen itthoni borkalcsolók, mint én. De hogyha utána nézel, legalább megnézed a YouTube videókat, ezt-azt, akkor az már segít. Na épp a platni úgy kell legyen, hogy a párhuzamosan a késsel mi. Vigye. Így hat. Na, mi szóltok? Alakul. Mint a pupos gyermek a prés alatt, ahogy szokták mondani. Milyen hülye mondás, kicsit kegyetlen mi. Most ezt addig kell húzassam, amíg ugye teljesen felmened a nutos részre. Itt látom felülről, hogy van még mindjárt 4 mm. Úgyhogy még kell tekerjünk. De most már az a jó, hogy nem lehet rossz útéve, ugye, mert ha nem ment volna fel addig, hogyha nem jó kapott volna rá. Úgyhogy látom, meneget van felfelé, hogy csavarom. Aj, hátom ott egy szúnyog, marja. Azt a hely. Rohadt szúnyogok. Én még előtt eladom a fődást, haza költözök Erdélybe. Menjek Tóriára, ott van a nagy gyümölcsös faház. Basszátok meg Amerikát! Na, meddig húzzam, mit szóltok? Hagyma szaga lesz? Még magyar világ lesz? Még meddig? Miért csipte meg a hátamat az a rohadt szúnyog? Na jó. Mi szóltok, gyerekek? Azt hiszem, hogy jó lesz. De szóljatok, ha tévedtem. Lássátok, hogy mennyit tévedek mostanában. És nem csak mostanában, hanem fast tévedünk. Szerintem nem csak én tévedek, más is téved. Vagy csak én tévedek? Rosszul esik a hátamnak ez a csúnyog csipés. Na jó, eresszük le.
kell vigyázni, hát mindig egyenes legyen gyerekek, mindig combból meg karból kell emelni, nem hátbús, nem derékból. Na így, menjünk is már is, Julis egyet serülünk. Ha bégyul, ugye? Mert amikor fel volt állítva, és letettem, kezdett füstölni, úgyhogy valami valahova béfolyik, de hadlám. Nem? Come on, baby. Hagyjuk egy kicsit melegedjen. Rakjuk el addig a szerszámokat. Szépen vissza, mert a rend a lelke mindennek, gyerekek. Mondja a rendetlen ember. A gyártokán azt jártok, már építek én egy fészert, egy műhát szépen. Nem beteszünk mindent. Drága láncfűrészem, a tiszta vadi új elégett. Vagy látok útházba, na ott volt a billáncban. Na hol csináljunk egy próbát, itt hátul, ne? Szegény billáncs. Haj a szüvem, mikor elnézek. Két napja nem is tudok arra felé járni. Na jó! Gyere, kicsit még melegedjen a motor. Mindegy, addig menjünk, tartunk egy kis terepszemlét. Nem lesz még kaszálás a héten. Ki kell cserélni néhány kársas, úgy tűledezik a kár. Ja, túl sok még a víz.
nem lesz még füvalgas. Meghúzt szegény. Hátul egy kicsit tesztelünk most, és azzal mára annyi volt. Na jó, akkor tegyünk neki full gázat.
tartsa, el kell állítsak. Kajtörőnkkel az elejére szereljek! Come on, baby, come on.
gyerekek! Műtét elég jó sikerült, úgy látom. Mi szóltuk? Bernard adott el egy ponyvalat, és eléggé keressem hova, hogy takarjam le, hogy ne várja az eső. Na! Úgy néz ki, hogy működik. Ezek a gumik úgy néznek ki, mintha jók lennének, de nem jók. Felpróbáltam futatni, de eresztik el a levegőt. Belső nélküliek. Visszaakasszam-e? Nem akasztom, most ott hagyom. Na! Ennek örvendek, végre valami sikerül is. Végre valamit nem rontok el. Ez van, mikor túl sok mindent csinálsz. Egyre nagyobb az esély az elrontásra. Na de mindegy, gyerekek. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Élet megy tovább. Nem szabad el belébusulni semmibe, tanulni mindenből, levonni a következtetéseket, és menni tovább. Csak egy út van, s az előre! Na jó. Adjak enni az öreg báránynak. És azzal dőlhetek meg én is. Vakia! Olyan jámbor kutya vagy. Olyan kicsi jámbor csipás, bundás kenyér kutya vagy. Mit csinálsz? Lazulsz a fűbe? Hm? Mondjál valamit a nézőknek. Vakia. Ilyes vagy-e? Van-e itt? Jangui? Akkor megnyolja a szájt, azt jelenti igen. A simogatásra mindig éhesebb, mint az ételre. Grődák. Hogy mondja, még. Ennyi nem elég. Vakia. Milyen szép kutya vagy. Ez is szik. Where's your stick? Haha. Good catch, Rocky. Good catch. Good catch. Gimme. Gimme. Ah, oh, come on. Come on. Azt akarja, hogy megharcolja két, nem adja csak úgy oda. Gyere, vedd el. Add ide! Add ide! Add ide! Add ide! Add ide! Yes! Yes, Rocky, yes! You're the best retriever! Good job! Good job! Good job! One more time! I did it! Rocky! Jesus! Engedd el! Engedd el! Te! Mi bolond! Gimme! Na jó, Anna, megtarthatod. Rágjad. Vén oroszlán medve keverék. Na jó, szúnyogok is jönnek, sötétedik. Úgyhogy, let's call it a day. Na.
Mire feltelik ez orról, legalább már reggel lesz, úgyhogy jó éjszakát nem kívánok, de egy gyönyörű szép napot mindenkinek. Sziasztok!